Tisztelt tanácsos úr, tisztelt vietnámi és magyar ünneplők. Kính thưa ngài tham tán, kính thưa các quý vị khách quý Việt Nam và Hungary. Nem első alkalommal jöttünk közös ünneplésre, de ez a mai mégis különleges alkalom. 125 éve született Ho Chi Minh elnök, a vietnámi nép vezetője. Az ő emléke előtt tisztelgünk, és az ő emlékének és munkásságának állít emléket ez a szobor, mely most újjászületett. Nekem személyes kötődésem van a szoborhoz, hiszen a szomszéd házban nőttem fel, és gyermekkoromban még az akkori parkban játszottunk. Talán ezért is vált fontossá számomra, hogy nyomon kövessem a szobor sorsát. Sajnos a politikai környezet változását a szobor környezete is megérezte. Félreelt értelmezték üzenetét, kicsit elhanyagoltabbá vált, mint kellett volna, de legalább fennmaradt. Az élet úgy hozta, hogy várospolitikusként lehetőségem volt arra, hogy némiképp tehessek a megmaradásáért. A lehetőségekhez képest gondoztattuk a környezetét, és amikor úgy hozta az élet, kiálltunk a fennmaradása mellett is. Néhány évvel ezelőtt egy nagyköveti látogatás során merült fel a szobor felújításának gondolata. Jómagam a kezdetektől részt vettem az egyeztetéseken, a tervezésnél, és az élet úgy hozta, hogy most is itt lehetek, amikor is átadjuk a jövőnek a megújult szobrot, a környezetét, hozzájárulva az emlékezet fenntartásához.